Megérkezett a hó és a fagy Békés megyébe, csúszossá váltak az utak. Előzze meg a vízóra elfagyást, szigetelje el aknáját a tartós hideg előtt. Újraéledő turizmus, jelentős beruházásokkal bővül a gyulai várfürdő. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A bűnözők kihasználják az emberek türelmetlenségét és hiszékenységét a járványidőszakban is, fogalmazott az Országos Rendőrfőkapitányság bűnügyi főosztályának munkatársa az Operatív Törzs szerdai tájékoztatóján. Dr. Csákó Ibolya rendőr alezredes arról beszélt, hogy álprofilok jelentek meg az interneten, amelyek különböző cégek nevében ajánlanak vakcinákat. Hangsúlyozta, hogy az ellenanyag a kereskedelemben nem kapható, ahhoz kizárólag a kormány által kijelölt oltópontokon juthatnak hozzá az állampolgárok. Az országos tiszti főorvos arról tájékoztatott, hogy folyamatos az oltás. Kedd estig közel 87 ezer fő kapta meg az ellenanyagot. Müller Cecília arról is beszámolt, hogy az elmúlt napon 3 beteg mintájában azonosították a vírus új, gyorsabban terjedő variánsát Magyarországon. Nyilvánvaló volt, hogy Magyarországot sem kerülheti el ez a variáns. A járvány kezdete óta vizsgáljuk mindig a vírus genetikai változásait, hiszen ez nagyon fontos számunkra, alapot teremt ugyanis a saját vakcinafejlesztésünkhöz is. A héten leesett az első hó, és a minuszok is megérkeztek Békés megyébe, ezért az utak is csúszósá váltak. Bár az utakat folyamatosan tisztítják, a szakemberek hangsúlyozzák, hogy óvatosan kell közlekedni, ezért az elinduláskor fontos a fékek ellenőrzése és a megfelelő követési távolság megválasztása a baj elkerülése érdekében. Hétfőn Békés Csabára is megérkezett a hó, ami a reggeli órákban kisebb fennakadásokat okozhatott a közlekedésben. A következő nagyobb hómennyiség szerdán esett le, de napközben a jó időben ez hamar elolvadt. Éjszakánként fagypont alá csökken a hőmérséklet, ezért az utak is csúsznak, így a megszokottnál óvatosabban kell közlekedni, és fontos volt téli gumira váltani, vallják a szakemberek. Mielőtt ugye elhagyom a parkolóhelyet, vagy az utcából kihajtok, próbáljuk meg egy kicsit megnyomni a féket, hogy hogy viselkedik az autó, hogy ne kifordulunk a főútra, és ott ér a meglepetés, hogy hoppá, hát ez nagyon csúszik. Tehát ha azt látjuk reggelente, hogy még a hó nem is esett, de egy kicsit olyan fényesebb az út, akkor nyilván, hogy meg van fagyva, és hát a másik vezetéstechnikai szempont, hogy sokkal nagyobb követési távolságot kell ilyenkor tartani. Horváth László hozzátette, ha nem tudjuk garázsban tartani az autót, akkor érdemes letakarni, hogy másnap ne kelljen a havat hosszadalmas ideig takarítani. Párásodása ellen pedig résnyire kell lehúzni az ablakot. Békés Csabán a Tappe Kft. Látja el az úttisztítás november 15-től egészen március 15-ig. A tisztítást végző cég arról adott tájékoztatást, hogy hóeltakarítást csak akkor végeznek, ha a hóvastagság meghaladja az 5 cm-t, ellenkező esetben csak síkosságmentesítés hajtható végre. A 7.tv híradóját Hidvégi Dávid tudósított a Békés Csabáról. A téli időszak egyik visszatérő problémája a vízmérők és vízvezetékek elfagyása. Az Alföld Víz ZRT szakemberei arra hívják fel a figyelmet, hogy a tartósan fagyos időszak előtt érdemes megtenni azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel elkerülhetjük a fagyás, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező problémákat. 4 évvel ezelőtt januárban rengeteg vízóra fagyott el a hideg időjárás és az intenzív szél miatt. 2017 elején 2 hét alatt mintegy 4000 vízmérőt kellett kicserélnie az Alföld Víz ZRT munkatársainak. Az Alföld Víz ZRT, mint felelős szolgáltató, minden évben felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy készüljünk fel a hideg beállta előtt, fagytalanítsuk, engedjük ki a vizet a vezetékekből. Ennek ellenére, hogy ezeket a figyelmeztetéseket megtesszük, ennek ellenére minden évben vannak elfagyásaink. Tehát több száz történik minden évben, de ami igazán kiugró és igazán magas volt az elmúlt időszakban, az 2017. januárjában történt. Akkor 4000 vízmérő fagyott el néhány nap leforgása alatt.
A hét közepén még nem lesz tartósan hideg, de szombaton és vasárnap napközben mínusz 5 fok is lehet, éjjel pedig mínusz 10-et is mutathatnak a hőmérők. A szakemberek ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy az extrém időjárás miatt keletkező károk megelőzhetőek. Nem is a nagy hideggel lesz itt elsősorban a probléma, hanem a vele társuló széllel, és én azt hallottam, hogy erős viharos szél is lesz, és ez okozza a legnagyobb problémákat, hogy a vízóra aknákból, amit már többször elmondtunk, hogy a talajhő, hogyha onnan kikerül, akkor elfagynak ezek a vízmérők, és ezt a talajhőt kell valamilyen formában bent tartani a vízóra aknában, lefedni szigetelőanyagokkal, vagy bármilyen más olyan dologgal, ami ezt a talajhőt ott bent tartja az aknában. A szakemberek felhívták a figyelmet továbbá arra is, hogy a kiömlött víz mennyisége a fogyasztót terheli, ami a javítási munkákkal együtt komoly kiadást is jelenthet. Hozzátették, felmerülő hiba esetén értesítsék telefonon az Alföldvíz ZRT munkatársait. Idén többféle támogatással segíti a kormány a családok otthon teremtését. Ennek egyik eleme, hogy január 1-től 3 millió forint lakásfelújítási támogatást igényelhetnek a gyermeket nevelők. A családokért felelős miniszter már tavaly bejelentette, hogy a kormány nagyszabású programmal segíteni a gyermekeket, nevelőket. Ezek közt szerepel, hogy január 1-től 27-ről 5%-ra csökken az újépítésű ingatlanok áfája, visszaigényelhető az áfa az újépítésű csokos ingatlan után. A családi otthonteremtési kedvezmény segítségével vásárolt ingatlan után nem kell illetéket fizetni, és az a tetőtér beépítésére is igényelhető lesz. Ezen felül a közjegyzőkkel illeték felső határát is megszabják. Az otthonteremtési programmal az a célunk, hogy mindenkinek biztos fedél legyen a feje fölött. Azt szeretnénk, hogy Magyarországon a lehető legjobb körülmények között, a lehető legnagyobb biztonságban tudják várni és nevelni gyermekeiket a fiatalok és a már gyermeket nevelő családok. Erről is szól az otthonteremtési program. Ezeknek a támogatásoknak van még egy új eleme, a lakásfelújítási támogatás. Egy ingatlan felújítására maximum 3 millió forint támogatást lehet felvenni, és ezt fele-fele arányban kell munkadíjra, illetve anyagköltségre fordítani. Fontos kitétel, hogy a felújítást csak szakember végezheti, vagyis sem a lakás tulajdonosai, sem a családtagok vagy rokonok nem dolgozhatnak a házon. Ha egy 6 millió forintba kerülő lakásfelújítást veszünk alapul, akkor ennek az összegnek a felét lehet támogatásként felvenni, vagyis 3 millió forintot. A támogatást az igénylő abban az esetben kapja meg, ha a számlákkal tudja igazolni, hogy 1,5 millió forintot a munkadíjra fizetett ki, a fennmaradó 4,5 millió forintot pedig például a burkolatra, nyílászárokra vagy egyéb anyagokra költötte. Fontos, hogy a támogatás csak egyetlen alkalommal vehető igénybe. Az igénylés feltétele, hogy az igénylők saját, vérszerinti vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek háztartásukban. Valamennyien legalább az egy évben az ingatlanban kell, hogy lakjanak, és, illetve bejelentve legyenek, és együttes tulajdoni hányaduknak el kell érnie legalább az 50%-ot. Az egy éves kitétel alól kivétel a magzat, illetve az egy évnél nem régebben született gyermek, valamint az az eset, amikor az érintett lakást egy éven belül vásárolták. A támogatást a meglévő gyermekek után az élettársak és a gyermeküket egyedül nevelő szülők is igényelhetik. Azoknak, akiknek a munkálatokra nincsen elég önerejük, február 1-től legfeljebb 3%-os kamatozású felújítási kölcsönt vehetnek igénybe. Több mint 3 milliárd forintnyi hazai forrásból újul meg a gyulai várfürdő. A kiterjedt bővítési munkák idén indulnak el, és a tervek szerint több szakaszban egészen 2023. novemberéig tartanak majd. A fürdő a keretösszeg nagyobbik, 2,9 milliárd forintos részét a Kisfaludi Fejlesztési Program pályázata kapcsán nyert el, amelyhez 300 millió forinttal önerőből járulnak hozzá. A komplexum bővítéséről szóló tanulmány már 2017-ben elkészült, ez képezte az alapját annak a megvalósíthatósági tanulmánynak, amely pozitív pályázati elbírálásban részesült.
Az a célkitűzésünk, hogy minden évtizedben valósuljon meg egy nagy volumenű fejlesztés, amelynek köszönhetően megőrzés növeli a versenyképességét a gyulai várfürdő a turisztikai piacon, hiszen ez jó a szálláshelyeknek, jó a gyulai munkahelyeknek. A fürdő bővítési munkálatai három területet érintenek, kiemelt szerepet kap a gyermekparadicsom kapacitásának növelése. Teljesen új élményelemek, élményinstallációk kerülnek beépítésre, kialakításra kerül egy nullától pár éves korig tartó spraypark, emellett a kisebbeket, illetve egészen a 14 éves korosztályt is megcélozva próbálja kialakítani ezeket az élményelemeket. A következő célcsoport az idősebb, egészségtudatos generáció, akik számára egy kiúszó-beúszó rendszerrel bíró termál akvapalota épül, illetve egy úgynevezett medical wellness központot is létrehoznak az olyan vendégek számára, akik nem csak a kiemelt időszakokban, de évközben is ellátogatnak a fürdővárosba. A térség országgyűlési képviselője a pandémia utáni gazdasági helyreállás fontosságát emelte ki. Ahhoz, hogy valamilyen úton az ország egészen talpon maradjon, a gazdaságfejlesztés és a gazdaság bővítése az egy olyan kiút, egy olyan fontos kiút, amire mindenképpen forrásokat kell áldozni. Az új beruházás előzetes munkálatai az idei évben indulnak el, a munka nagyobb része azonban 2022 őszén zajlik. A projekt a tervek szerint 2023. novemberében fejeződik be. Befejezte pályafutását Makra Noémi, a Tornaklub Békés Csaba válogatott tornásznője. A 23 éves sportoló a koronavírus fertőzés miatt kihagyott mesterfokú tornászbajnokság és Európa-bajnokság után hozta meg döntését. Makra Noémi elmondta, hogy a jövőben inkább a tanulmányait helyezi előtérbe. Tervei között szerepel, hogy edzőként segíti majd a fiatal tornászokat. Összesen 5 felnőtt Európa-bajnokságon, valamint 3 világbajnokságon képviselte a magyar színeket, és több világkupa versenyen szerzett érmet. Az olimpiai szereplés azonban kimaradt a pályafutásából, hiszen egy térdsérülés miatt nem tudta kvalifikálni magát a 2016-os riói játékokra. Versenyeztem még októberben, de ott se sikerült olyan jól, ahogy én azt szerettem volna. Aztán beteg lettem, meg elkaptam a vírust is, és akkor utána már úgy voltam vele, hogy én ezt nem szeretném csinálni. Sokat kihagytam, 2 hónapot semmit nem mozogtam egyáltalán, és hát már úgy voltam, hogy nincs bennem annyi erő, meg motiváció, hogy ezt tovább folytassam. Özbas Szofia legjobb 16 közé jutott a cselgáncsozók Dohai World Masters második versenynapján, ezzel egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy kijusson a tokiói olimpiára. A Békés megyei kanó judó ese versenyzője elsőként az izraeli Gili Sharir ellen lépett tatamira. A 19 esztendős judós magabiztosan nyert és jutott a legjobb 16 közé. A következő fordulóban a szlovén Andreja Leszki következett. A junior világbajnok magyar versenyző sokáig jobban állt riválisával szemben. A mérkőzés utolsó percében a világranglista 13. helyezett szlovén cselgáncsozó egy sikeres ellentámadást vitt végig, győzött, majd a 3. helyig meg sem állt. Özbas Szofi már a dohai versenyt megelőzően is olimpiai kvalifikációt érő pozícióban volt a világranglistán. A csabai színeket képviselő cselgáncsozó jelenleg a 27. pozícióban áll, és megőrizte helyét a tokiói indulók között. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!